Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jönnek a kedvenc Warframe-jeitek. Sokszor kapom azt a kérdést, hogy melyik a kedvenc Warframe-em. És én elég sokszor válaszolom azt, hogy hát nincs kedvenc Warframe-em, mert mindegyiket szeretem. Habár lenne egy-kettő, amiről azt tudnám mondani, hogy kevésbé hatékony, mint a többi, de nem mondanám azt, hogy kevésbé szeretem, mint a többi, szóval mindegyiket így szeretem. Főleg azért csinálom így, mert minden fajta játékra már így be van lőve, hogy melyik Warframe-et viszem, és ez így van jól, és emiatt így nagyjából megtanultam, hogy így kell játszani. És ezen okból kiindulva, meg azon okból is, hogy így a háttérből éreztem a nyomást, hogy csinál egy ilyen videót, én meg szeretném kérdezni, hogy melyik nektek a Warframe-etek. Tehát ti állítjátok fel a sorrendet az összes jelenleg felelhető Warframe közül, hogy melyik a kedvencetek. Csináltok egy ilyen top 10-es listát, top 5-ös listát, és akkor megnézem a kommenteket, és amelyikből a legtöbb név szerepel, akkor azt kiemeljük az első helyet, és akkor csináljuk egy másik helyet, harmadik helyet, és akkor egy másik videóban összefoglalva beszélgethetünk ezekről, hogy kinek miért mi a kedvence. Ha nagyon szeretnétek, leírhattok egy modolást is, és elmondhatjátok, hogy ez melyik játékmódra jó, hogyan segít, miért ezt szereted, stb. Stb. Szóval így nyíljatok meg, kis bogaraim, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc Warframe. Én őszintén leszek, én nem igazán tudnék el, nem tudnék felállítani egy 20-as listát, mert mindegyiket szeretem, meg akkor is, hogy nagyon ritkán játszom egyikkel másikkal, és akkor így újra előveszem, és elkezdek vele játszani, akkor így jó érzés fog el. Tehát nem igazán kivételezek egyikkel se. De természetesen adott játék fajtákra, a szintjüktől mérten mindegyikhez van egy Warframe előkészítve, és akkor az úgy van rendjén. Mindegyikhez mindig jó csapatot tudunk összeállítani, szóval igazából mindegy, hogy tényleg én részemről melyik Warframe-et viszem, én nekem nem tudnám azt mondani, hogy van egy kifejezett kedvencem, amit mindig használni szeretek. Ezért íme állítsátok ti fel a sorrendet, nézzük meg még a kedvenc Warframe-etek egy ilyen listából, megpróbálom kiszűrni a kommentekből, hogy melyik név szerepel a legtöbbször, több Warframe-et is írhatok, de akkor ilyen sorrendben legyen, mondjuk az első Warframe lesz a legjobb, és akkor az utolsó, amit leírtok, lesz a leggyengébb változat, és akkor beszélgetünk azokról a Warframe-ekről, amelyek kijönnek ezekre a bizonyos első helyezetre, de ha már ott vagyunk, akkor én is mondok néhány ilyen közkedveltebb frame-et, amit használok, mondjuk így, amire így többször esik választás, hogyha adott szituációkra megyek. Én például nagyon-nagyon szeretem a Chromát, főleg solo survivor küldetéseken. Nagyon-nagyon szeretem az Excalibur-t, szintén ugyanilyen okok miatt, és abba is hagyom, akkor már sorolnék mindegyikre mindenfélét. Ha már egy másik játék, a Frostot is nagyon szeretem, például. Na jó, de abba hagytam. Szóval tegyük fel, hogy az én három talán leggyakrabban választott Warframe, ami igazából nem igaz, de tegyük fel, hogy az akkor legyen egy Frost Excalibur Chroma talán. Ja, tehát Excalibur biztos sokat játszom, akkor is igazából annyi a kényelmes frame-ek, hogy ja, lehet. Kényelmi szempontból vehetnék egy Chromát, egy Excalibur, egy Frostot, mert nem kell meg semmit se csinálni, nagyon van, csak szórakozok. De talán én ezeket mondanám. Rajtatok a sor, állítsatok fel a listát a kedvenc Warframe-etekből, és ha ez sikerül, akkor beszélgethetünk egy kicsit tényleg, hogy miért olyan hasznosak azok a Warframe-ek, és mitől szeretitek ti, azt írjátok, hogy miért szeretitek, hogy mitől különleges számotokra ez a frame, ez fontos, miért különleges, miért van azon a top első helyen, tehát például ha valaki embert mondja, és azt mondja, hogy hát mert jó a sege, tökéletesen megértem, szóval miért különleges ez a Warframe, és miért a kedvenced, és csak jöttök fel egy ilyen listát, köszönöm a figyelmet, sziasztok!